Másfél évtizedes húzavona után talán felépülhet a Dél-Dunántúl légterét védő NATO radar. Igaz, a legújabb helyszínen kevésbé lesz hatékony, de legalább nem is vált ki akkora tiltakozást. Jó estét kívánok! Hamarosan Simicsko István honvédelmi államtitkárral kezdjük a rájátszást. Előbb azonban nézzük a tartalomjegyzéket. A Tolna megyei Medina község mellé telepíteni a Honvédelmi Minisztérium a Dél-Dunántúl légterét pásztázó lokátort. A 860 lakosú község lakosai is támogatják az elképzelést. Július helyett csak januártól tiltanák meg a dohányzást a közös használatú zárt helyiségekben. A kereszténydemokraták viszont enyhítenének, engedélyeznék, hogy a vendéglátóhelyeken és munkahelyeken zárt helyiségben is rá lehessen gyújtani. Újabb és újabb csúcsokat dönt az üzemanyagok ára, a benzinkutak forgalma ötödével esett vissza, egyre kevesebben tudják megfizetni a drága benzint. Tűzoltó autók világítottak szombaton este a mentőhelikopternek az egyik baleset után, hogy le tudjon szállni a budapesti baleseti központnál. A főváros egyetlen kórházának sincs kivilágított helikopter leszálló pályája. A Dél-Dunántúli NATO lokátor telepítésének zengői, illetve tubesi kudarca után újabb ezúttal Tolna megyei helyszín találta a Honvédelmi Minisztérium új vezetése. A 860 lakosú Medina község lakói az előzetes felmérések szerint kifejezetten örülnének a település feletti dombhátra telepítendő radarnak. Köszöntöm a stúdióban Simicsko István, Honvédelmi Minisztériumi államtitkárt. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Most tehát mennyire előzetes ez a felmérés? Mi a garancia arra, hogy a lakosság esetleg nem fogja itt is tiltakozásokkal megakadályozni ezt az építkezést? Hát nagyon fontos, hogy mi az emberek véleménye. Nyilván olyat nem kell megépíteni, hogy az emberek nem támogatnak. Itt azonban köszönet jár azért Medina település lakosainak, polgármesterének, a képviselőtestület tagjainak és a környékbeli települések vezetőinek, az ott élő embereknek, akik nyitottak voltak a megkeresésünkre. Én azt hiszem, hogy a tárca szándéka tisztességes és egyértelmű. Az elmúlt hát több mint egy évtized tanúságait, tapasztalatait leszűrtük, és szerettük volna ezt a régóta húzódó problémát megoldani, mind a NATO felé bizonyítani, hogy igen, megbízható szövetségesek vagyunk, mind pedig a saját biztonságunkat is erősítve, de olyan megoldást keresve, amely nem természetvédelmi területen épülő radarról beszél, nem lakókörnyezetben megépülő radarról beszél, ugye itt zengő és tubes esete a tanúság ebből adódóan, és ha lehetőség van rá, akkor egy működő radarállomást fejleszünk úgy tovább, modernizáljuk, ha tetszik, amely kevésbé terheli a környezetet, amely szimbiózusban együtt élő település és katonai objektum tovább építése lenne. Tehát ez egy modernizációs program keretében kialakítható új radarállomás lenne. Csak hogy az emberek eddig sok mindentől féltek a tubes és a zengő esetében, leginkább például attól, hogy a sugárveszély fogja őket majd érni. Ebben az esetben mit szólnak a sugárveszélyhez? Hát én azt hiszem, hogy ez egy fontos szempont. Első az emberek egészsége és a biztonsága is legalább ennyire fontos. A sugárzás vonatkozásában azt kell, hogy mondjam, hogy a most működő radarállomások, a régi technika alapján működő radarállomások, P-37-es radarokról van itt szó. Tehát ami ezek most ott sokkal, van a helyszín. Igen, sokkal inkább károsabbak lehetnének az egészségre. Ezek az új típusú radarok, a 3D és 3D-dimenziós radar, ami egyébként megvalósulna, ezek modern eszközök, sokkal kisebb a terhelés, a környezet terhelése. Azt mondták a szakemberek, a katonai szakemberek, hogy gyakorlatilag egy mobiltelefon sugárzási terhelésének az ezreléke. Na attól, tehát a mobiltelefontól kevesen félnek ma Magyarországon. Igen. Mekkora kompromisszum ez a helyszín, hiszen nem véletlen, hogy a tubes vagy a zengő volt először terítéken, hiszen azok ehhez a helyszínhez képest azt hiszem, hogy jóval magasabb. Igen, hát ugye, hogyha csak az lenne a dolgunk, hogy pusztán hadműveleti szempontból hozzunk meg döntéseket, vagy katonaszakmai szempontból, valóban az engő mindent überelne, tehát akkor ott kellett volna megépíteni. Azonban nem csak ilyen szempontok kell, hogy vezéreljék a kormányzat munkáját és az ilyen irányú döntéseit, és még a honvédelmi tárca döntéseit sem pusztán csak a katonaszakmai szempontok kell, hogy vezéreljék, hanem egy közösségben élünk, a magyar társadalom tagjai félelmét, aggodalmát meg kell értenünk,
hol innen, hol onnan érkezik, és ez egy valóban egy kompromisszumos döntés, de én azt hiszem, hogy mivel a NATO is elfogadja ezt, és a beruházást fizeti. A NATO-val? Igen, így van, tárgyaltunk, előzetesen tárgyaltunk, mint a helyekkel, mind a NATO-val, mindenki részéről nyitottságot tapasztaltunk, tehát a NATO elfogadja ezt a helyzetet. De nem kell ehhez akkor most kis kiegészítő radarokat építeni különböző helyekre, ahova ez a radar nem lát be? Hát természetesen, ugye én rádiófelderítő voltam sorkatonai szolgálati időszakomban, de ennyit azért én is megkérdeztem, meg bárki tudhat, hogy valóban, hogyha Medina előtt van egy jó néhány kilométerre arra lévő magasabb hegy, mondjuk a Mecsek, az bizonyos értelemben árnyékol, van egy holtér, amelyet biztonsági szempontból látnunk kell, ez pedig réskitöltő radar állomásokkal lehet megoldani, ezek ma is működnek két településen, ezek fogják teljesíteni a képet és a Magyarország légterét ilyen értelme biztonságosabbá tenni. Maga a radar egyébként megvan már, ami oda kerül majd? Megvan, ez Olaszországban van. Évek azért óta valahol raktárod? Igen, tehát nagyon fontos, hogy a döntés mielőbb megszülessen, és ezért tényleg köszönet a medinaiaknak, hogy itt segítik a munkánkat. Köszönet egyébként a parlamenti pártoknak is, hiszen a mai nap folyamán öt párti megbeszélést folytattunk velük, és úgy nyilatkoztak, hogy gyakorlatilag kizáró ellenvéleményt nem fogalmaztak meg, tehát én úgy értékeltem, hogy egy elvi konszenzus van ebben a kérdéskörben, szükségesnek látják többségében legalábbis a pártok ennek a megépítését, végre egy több mint évtizede húzódó problémát oldanánk meg. Ködbért kellene fizetnünk, hogyha sokáig ott van Olaszországban ez a radar. Hát meg esetleg egy szavatosság lejárt radart építenénk. Hát akár ez is. Bánkúton és Békés Csabán azt hiszem hasonló radar lett beépítve, és 2006 óta próbajáraton van, mert hogy valamiért műszakilag nem fogadják el. Mi az oka, hogy ott van két radar, most egy harmadik ugyanilyet beépítünk, és műszakilag ezek nem fogadják el? Nem, ez a műszakilag nem fogadják el, ezt nem tudom, honnan származik ez az információ, ezek jó próbaüzemmódban működnek. Négy éve próbaüzemmódban? Hát én nem tudom szakmailag, hogy meddig kell működni a próbaüzemmódban, de jártunk a helyszínen, megnéztük, sőt, a medinaiak kérése az volt, hogy ők maguk is eljöhessenek oda, hogy egy működő radarállomást megnézhessenek, pontosan olyat, ami egyébként mondjuk náluk is fölépülhetne a korszerűsítés jegyében. Megnézték, tetszett nekik, sőt, nem csak a katonákkal találkoztak, hanem a helyi városvezetőkkel is, Békés Csaba polgármesterével és más vezetővel, akik elmondták, hogy ez mit jelent a település életében, károkat nem okoz, inkább előnyökkel járt a településnek. Ahhoz mit szól a NATO, hogy azt mondják, hogy háborús helyzetben ezek a radarok nem jól védhetők, mert hogy nem mobil? Hát most attól függ, hogy milyen háborús helyzetről beszélünk, ilyen értelemben minden nehezen védhető, nyilván ehhez kell sok minden, sokféle védelmi eszköz. Én azt hiszem, hogy az ország biztonságát úgy erősíti, hogy kellő időben, kellő mértékben fölismeri, és precízen, pontosan ezek a korszerű 3D-s radarok megmutatják, hogy milyen repülőeszköz érkezik Magyarország légterébe, vagy milyen érkezik közelébe, és megfelelő védelmi intézkedéseket, a légierőt be tudjuk vetni, hogyha ilyen probléma fölmerül. Ha minden jól megy, mikorra lesz ebből radar? Igen, ez egy nagyon jogos és nagyon fontos kérdés, hogyha most megszületik a döntés, és minden eljárási engedély szépen időben, optimálisan megtörténik, akkor gyakorlatilag egy 2,5 év múlva állhat és működhet ez a radarállomás, előbb nem tudjuk kivitelezni, de ebben a ciklusban meg tudnánk ezt oldani, szerintem fontos, mert az ország biztonságát ez erősíti. Ha jól számoltam, ez már közel 15 éve húzódik ez a radar, úgy 90-es évek közepén. 90-es évek közepén, így van. Mi az oka annak, hogy most sikerült csak rátalálni, miközben, hogyha jól tudjuk, Fapá László előző helyettes államtitkárt azért foglalkoztatták vissza, mert ő volt ennek a nagy szakértője, tehát gőzerővel dolgoztak rajta, és 15 év után most sikerül hirtelen valami megoldást találni. Én azt hiszem, hogy az előző két kormányzat időszakában én nem keresnék ebben az értelemben bűnöst. Egy biztos, hogy az eredménytelenség azt mutatja, hogy nem jól viszonyultak ehhez a problémához, nem jól kezelték a pécsiekkel való kapcsolatot. Én hallottam olyan személyes véleményt is, amelyben egyfajta hatalmi arroganciát kifogásként fölvetettek. Tehát nem abban az időszakban élünk, hogy itt ultimátumokat lehetne megfogalmazni a magyar emberek felé. Ha az emberek nem akarják, akkor nem kell megvalósítani. Viszont nekünk a dolgunk az, hogy nyissunk feléjük, elmondjuk azt, hogy ez miért hasznos, miért fontos nekik is. És
Én azt hiszem, hogy ha nem mondok más, mint az, hogy a nemzeti együttműködés rendszerében mindenkire szükségünk van, és nagyra értékeli a Honvédelmi Tárca a Medina község polgárainak a nyitottságát és a támogatását. Ez nyilván a mi egyeztetési mechanizmusunknak is az eredménye, tehát más szemléletmód, más stílus, más értékrend, más politikai hozzáállás, ez valósul meg most a Honvédelmi Tárcán. Azért csak visszatérnék az előző honvédelmi vezetéshez, mert hogy Hende Csaba miniszter úr egy héttel ezelőtt a Duna televízióban azt mondta, hogy reggel, éjjel, meg este hazudtak a NATO-nak, mármint hogy az előző katonai vezetés. Mit kell ez alatt érteni? Miben hazudtak a NATO-nak? Hát nyilván olyan képességeket tüntettek föl, amelyek elvétve, vagy töredékében, vagy nem olyan mértékben, vagy egyáltalán nem voltak meg. Ez egy jogos kritika. Valóban. Tehát ez azt jelenti, hogy a 2006-ban elfogadott haderőfejlesztési tervet nem teljesítették, de közben azt mondták, hogy a legjobb úton haladunk? Ugye részleteit hadd ne mondjam el, mert nyilván akkor már az ország védelmi tervét is érintenem kellene, és valóban nem szeretnék itt egyfajta pánik hangulatot kelteni. Nagyon nagy munka a honvédelmi tárcánál, ami most folyik, hiszen az elmúlt időszakban igen komoly és drasztikus leépítések történtek, és valóban be voltak állítva a rendszerbe, papíron legalábbis olyan egységek, amelyek igazából nem nagyon léteztek, vagy csak töredékük létezett. Hogy lehet ezt rendbe tenni? Hogy lehet a NATO-nál visszatérni a hitelünket ilyen pénzszegény időszakban? Hát egyrészt őszintének kell lenni, tehát a legjobb és legegyszerűbb kommunikáció NATO felé és mindenki felé. Tehát az nem elég, hogy azt mondjuk, hogy őszintén megmondjuk, hogy nincs pénzünk fegyverre? Hát nyilván ehhez még azért néhány érvet célszerű felsorakoztatni. Miért nincs pénzünk? Hát többek között azért nincs, mert az elmúlt 8 év pazarló gazdálkodása, meg ezek a korrupciós ügyek ugye rengeteg pénzt elemésztettek. Nyilván ezt mindenki látja. Nem akarnék én sem. Nagyon nehéz a helyzet valóban gazdaságilag. Nálunk is 26,3 milliárd forintot zárulnunk kellett. Nem jó szántunkból tettük ezt. Nyilván valóban így van, ahogy miniszterelnök úr mondta, hatat kell üzenni az államadósságnak, és ebben a honvédelmi tárca is kiveszi a részét tisztességgel és becsülettel. De ez hogy van? Azért is felelősségre lehet vonni valakit, mert mondjuk éveken keresztül félretájékoztatták a NATO-t, és a megállapodás szerint megalkudott fejlesztéseket nem hajtották végre, vagy csak azért, hogyha valakire rábizonyítható, hogy ezt meg ezt ellopta valamelyik honvédelmi intézménytől? Hát én ezt nem tudom, ugye Gyurcsány Ferencet nem akarnám most már idézni nagyon, de egy biztos, hogy azért tőle sok mindent láthattunk, hallhattunk, trükkök százaira ő utalt több ízben, többek között az összödi beszédben. Nyilván ezek a trükkök, ezek megvalósultak valamennyi politikai területen, valamennyi tárcánál, sajnos a honvédelmi tárcánál is trükköztek, és ez nem volt túlzottan eredményes és sikeres. A NATO-ban valóban ilyen szempontból nem a legjobb a megítélésünk. Egyébként többek között ennek a problémának, a radarügynek a megoldása is megpróbálja egy picit az arcélünket javítani a NATO-ban. De hogyha a radarügyben sikerült a NATO-val megállapodni és elfogadják ezt az új helyszínt, akkor vajon nyilván tárgyaltak arról is, hogy milyen irányba, hogy fognak fejleszteni, mi az, amit el tudnak fogadni? Hadi technikában, modern technikát, mikor lehet legközelebb látni ebben az országban? Hát abban bízunk, hogy a magyar gazdaság elindul fölfelé, bízunk benne, hogy a különböző vállalkozási linkítési programok, a munkahely teremtő programok, a Széchenyi terv lendületet ad a magyar gazdaságnak, és a világpiaci változások is segítik majd a magyar gazdaság fejlődését. Ez egy komplex és összetett, bonyolult rendszer. Önmagában csak azt mondani, hogy most a magyar honvédség technikai fejlesztésének időszaka elérkezett, ez így önmagában kevés, nem állja meg a helyét. Egyenlőre azt szeretnénk, hogy legalább a katonák megbecsülése megtörténjen, hiszen az első Orbán kormány időszakában volt utoljára egy tisztességes illetményemelés, legfontosabb az ember, erre kéne törekednünk, aztán természetesen jöhet majd a technika a gazdaság fejlődésével együtt. Reméljük, hogy ez néhány éven belül be fog következni. A MIG-ek értékesítésére, amiről már hallottunk, az hol tart? Van rá érdeklődő egyáltalán? Én nem folytatok ilyen típusú, nem az én feladatom, de nyilván a tárcánál folyik egy ilyen gondolkodás, folynak ilyen típusú tanácskozások, megbeszélések. Erről nem kívánnék most nyilatkozni, hogy milyen irányban. Nyilván a gép, a MiG-29-es kiváló vadászgépek voltak, még most is azok sok helyen. Tehát még eladhatók ennek elvileg? Szerintem eladhatóak, ezek nagy értéket képviselnek. Az orosz partner engedélye, együttműködő szándéka mindenképpen szükséges ehhez. Erre többféle opció van, többféle elképzelés van. Meglátjuk és időben tájékoztatunk. Arról is hallottunk, hogy viszont új grippeneket kéne beszerezni, amire viszont nyilván nem elég a pénz még akkor sem, hogyha a MIG-eket el lehet adni. Hát ez komoly teher egyébként a tárca költségvetésében, gyakorlatilag a fejlesztésre szánt
amit az ön is előkérdezett, hogy a haditechnikai fejlesztésekre szánt pénzeszközök jelentős részét, 80-90%-át a Gripen törlesztés el is viszi. Tehát ezért sem tudunk most egyelőre még nagyon nagy lépéseket tenni a technikai fejlesztések kivitelezése érdekében. Fontos lépést akarunk tenni a tartalékos rendszer megerősítése, stabilizálása érdekében. Óriási eredménynek tartom, és azt hiszem, hogy ez nem szerintelenség, hogy a tárca döntésének köszönhetően a 17 tartalékos katonáról, amit megörököltünk, 2049 főre tudtuk növelni a tartalékosaink számát. Ez egy nagyon nagy dolog, és szeretnénk ezen az úton tovább haladni, a ciklus végére egy 6000 fős tartalékos állománnyal rendelkezni. Ez is egyébként az ország biztonságát erősítő lépés, és emellett nagyon fontos társadalmi kapcsolat is, hiszen munkavállalókkal állunk kapcsolatban, munkáltatókkal, munkaadókkal kerülünk így kapcsolatba, és ezen keresztül lehet szépen lassan, reményeink szerint nemzeti ügyét tenni a hazavédelmének ügyét. Hát sikeres munkát kívánunk, köszönöm szépen. Köszönöm szépen.